Momo, felküzdöttél engem a csúcsra. Emberek várják, hogy leér, és csinálhassak rólad videót. 20-valahány ezeren várják, de te otthon ülsz a milliárdjaidon, mert gazdag vagy. YouTube-tól kapod a pénzt. Nem is törődsz a nézőiddel. Cserben hagytál, Momo. Cserben hagytál. Mert esetleg a videót is egyedül kell megcsinálnom, mert az árpi sehol, és azt mondta, fontosabb dolga van. Mi lehet fontosabb, mint ezt csinálni? Egy videót küldött. Hogy ez a helyzet. Így, mert minden más. Jó, megértem, oké, dolga van. Ovisokra kell reagálnom. Más ovisokra. És nem rád. El tudod hinni, hogy ez nekem milyen rossz? Olyan rossz, Momo? Ha nem te vagy, hanem mások. Hiányzom, Momo. Hiányzom. Na, sziasztok, sráckákkel vagyok, és igen, ma is kifikázott pár videós. Az utóbbi időben nagyon megnőtt a csatornának a népszerűsége, és nagyon szépen köszönöm nektek ezt a rendkívül sok támogatást. Úgyhogy most nekiálltam nagyon ennek a videó dolognak, és így hát nézzünk is akkor a következő videónak a lényegét. Az első videók nagyon cringe, nagyon gáz, nagyon vicces dolgok tudnak lenni, főleg, hogyha olyanok csinálják, akik hát nem éppen értenek a videózáshoz, úgyhogy nézzünk bele! Az első, milyen érdekes az a címe, hogy az első videóm, egyébként vagy három ugyanilyen van, de nem is baj. Sziasztok! Ez az első videóm, viccek, játékok, könyvek, újságok, figurák, minden. Ez egy kis ilyen vegyes YouTube csatorna. Most felsoroltál tárgyakat te... Nem is tudom, mi vagy. És rámondja, hogy ez egy vegyes YouTube csatorna. Újságok és könyvek. Mi ez? Ilyen, ez a csaj az ilyen újságáros, és szerintem ez amit reklámozom, úgyhogy rejtett be van, burkoltam. ez egy ilyen vegyes, kis, nem tudom mi. És úgy gondoltam, hogy létrehozom. És itt viccek, játékok, erről bemond. Ezt a vegyes kis nem tudom, mit úgy döntött, hogy létrehozza. Ez egy nagyon jó videónak nézünk elébe. Azért akartam. Azért akartam ezt létrehozni, mert hogy én ennek örülök. Hát ez az, hogy te örülsz neki, de mi nem nagyon örülünk. Amúgy mik ezek a fejek? Valamit nagyon, nagyon élvez. Olyan tetszik neki ez a kamera, vagy én nem tudom. És... nem tudom, nekem ez tetszik. Hogy például írjatok le pár vicceket, és írjátok le a kommentárokba, hogy mit akartok. Írjatok le pár vicceket, és írjátok le a kommentárokba, hogy mit akartok. Legalább a kamerája szóbál vele, tehát ez is már valami. Én ennek örülök. Fejlődik ez a YouTube nagyon. És képzeljétek el, hogy én tudok sok viccet. Ó, de jó neked! És ti is írjátok meg a kommentárokba a vicceket. Például Móriczkás vicc. Legrövidebb hónap. Móriczkát feleteti a tanár. Még a legrövidebb hónap? Május. Felé Móriczka. Miért? Mert az csak 5 betűs. De... én ebben nem értem a viccet. Akkor ez igazából jó lenne, hogyha mondjuk meghalnál. Tehát, hogy... nem tudom. Tehát vannak egyébként ezeknek értelmei? Tehát most fölrakják, és akkor utána mit várnak az embertől? Hogy akkor majd így olyan reagálást kap, hogy ó, hát ez gyönyörű videó, ez tetszik, eznek van kreativitása, ez formailag nagyon ott van. Egyedi. Tehát mi az elvárt? Mi a... de lehet, hogy nekem nagyok az elvárásaim pont ez miatt, hogy nem tudom, nem értem. Móriczka megy horgászni.
Móriczka kezében horgászbottal indul a temetőbe. Józsi bácsi meglátja és megszólítja. Hová indulsz, Móriczka, az a horgászbottal? Horgászni. A temetőbe. Igen, mert csak a halott. Ezzel nem lehet hülyeskedni, de ez vicces. De legalább ez vicces. Na jó, túl sok volt belőle, meg amúgy is alig fér be a képernyőmre, nézzük a következőt. Sziasztok, én Tündi vagyok, és lehet, hogy fogok videózni. És nem tudom, miért csináltam ezt a videót, de... Na most ezt rakjuk össze, tehát lehet, hogy fogok videózni, de nem tudom, miért csináltam ezt a videót. Kezdem feladni. Kezdem nagyon csúnyán feladni. Ja, na mindegy. Szóval én 9 éves vagyok, és ilyen görbék az ujjaim. 9 éves vagyok, és görbék az ujjaim. Hát neked aztán lesz tehetséged. És, ja. Ez a pólunk, csak most le vagyok takarózva. Na mindegy. Szóval, ha tudjátok róla, lehet videózni fogok. Szóval, sziasztok! Elért a pólom, de most be vagyok takarózva, de csak szólok, hogy tudjátok róla. Ja, amúgy fogok videózni is. De a pólom az fontosabb. Következő. Na csá! Na, ez nagyon szar videó lesz. A lényeg ennek a videónak, hogy... Na de várjál, mert te nagyon hülyén csináltad ezt meg. Ez pont fordítva kellett volna nézni, tehát így sokkal jobb lenne. A lényeg ennek a videónak, hogy... Ez nagyon szar videó lesz. Tessék, hát mennyivel másabb már, egyre jobb videókat tudok neked is csinálni. Hát miért nem engem kérsz, hogy megvágjam őket? Tehát mennyivel jobbakat tudnék neked összehozni? Én sem tudom amúgy, hogy mi. Mindegy, első videóm ez arról fog szólni, hogy értette azt, hogy miről szól, mindegy. És gitáros faszom se tudja, hogy miről, mindegy. Hát ezt a csáv nagyon jól csinálja. Én már úgy veszem YouTube-ot, mint ahogy én most, tehát ilyen nagyon lazán. Csak legyen már valami. Jaj, Istenem. Ebbe tényleg van tehetség. Én is úgy szoktam leülni, hogy faszom se tudja, milyen videó lesz, csak leülök. Aztán már valami lesz. Jó kis élet. Most nem megy a gépem, de bekapcsolom, azt majd felnyomom ezt a kurva videót is. Ja, és... Mi? Lemeradok a végéről! Nem fogom megtudni, mi a vége! Amúgy be volt cuccozva a csávó, vagy mi a fasz? Mert tényleg ilyen nagyon lassan beszél, és olyan értelmetlenül. Jó, szegény. De fölraktad, tehát... Már nem szeret az internetről, testvér. Hallom nekem. Sziasztok! Most kezdtem el, és... Nem is tudom... Na jó van ám, azért ennyire nem kell, tehát most... Jó, izgul, persze izgul, tehát ebben teljesen rendben van, de ennyire? Tehát, hogy ez egy új csatorna. Én nem is tudom, hogy... És így végén majd beszarik, hogy állj, nem is érdekel. Na, szóval azt akarom bejelenteni, hogy van egy csatornám, ez most az. Tényleg? Azt hittem, hogy van neked egy ilyen nagyobb is, vagy hát... Vagy én nem tudom, nem bírom már ezt, nagyon... Nagyon olyan mainstream az összes kiskölök, ugyanazt nyomják, és ugyanarra kell reagálnom szinte. Már ezért unalmasok és mondhatottak a videó, mert mindig ugyanazt látjátok szinte. Hú, te. Mit most videózok? Na, be akarom jelenteni, hogy nem megyek play-re, semmit nem csinálok, csak játszok. Értitek? Játszok csak. Jó. Hát nem is akartam, hogy gyere play-re, mert hát nem tudom miért, de ne gyere, de csak játszol. Jó, megértem, hát játszál, akkor basszod, hát ez az élet. Na, most bejelentem, hogy lesz... Minecraft! Minecraft! Lesz... Mi az már?
Assassin's Creed a legújabb Assassin's Creed. Reggelig meg se állj! Miért? Ezek a lábmozdulatok eldől, nem bírja, egyszerűen sok. Sok. Egy videóban ennyi minden sok. Lesz. GTA. De nincs Minecraft, ez engem már zavar. Mutassak valamit, ilyen a tévén lesz. Ezt figyeljétek. Azt a mindenit. Ha mit dolgoznak apádék? De figyelj, a vicc az, hogy Momo ezt a tévét meg tudja venni. Tehát azért 140 forintokat a szerintögetni. Momónak már ekkora tévé. De miért beszélek Momóról? Jelzi? Lehet, hogy lesz Battlefield 4, lehet, hogy lesz Battlefield 2. Na, most ennyit akartam bejelenteni. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel. És sziasztok! Nem lesz Minecraft? De milyen videós akarsz lenni, hogyha nincs Minecraft? Nem érzel meg a feliratkozást. Egyáltalán nem érzel meg. Ilyen karácsonyi hangulatban vagyunk ma. A mai videóban képeket fogok magamról mutatni, hogy jobban megismerjetek. Akkor kezdjük be? Képeket fogok mutatni magamról, hogy jobban megismerjetek. A képek alapján? Micsoda? A videó like és iratkozz fel! Sziasztok! Bazd meg, ezt nekem is képeket próbálom. Sziasztok! A képeket fogok mutatni magamról, hogy jobban megismerjetek. Nézzük! Ha tetszett a videó, akkor komment, like, subscribe, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Ó, Isten.